megszabva a gazdasági minisztérium képviselőjének az a petíció, amit Fodor Sándor barátom felolvasott. Amit látjuk, egy palackba van szúrva a petíció. A palack egy érdekes jelkép. Az éltető vizet hordozza, a szellemet lehet belezárni, lehet postára adni tengerbe, és hogyha úgy van, akkor be is lehet dugaszolni, odáig ne jussunk el. A palack olyan dolog, amiben most egy petíció van, és megkérem Magdikáékat, akkor adják át. Közben azt kérjük, hogy ne döntsenek rólunk. És szeretnénk, hogy erre reagálnának, hogy ők békésen jöttünk ide, élő látot alkotva. Milyen emberek vagyunk, hogy ezt gondolom, ezt amit találtam, ezt megszületett az élő lát. Úgy gondoltam, hogy sem jobb, sem bal, sem semmilyen politikai dolog ne létezzen benne, mert ha politika is van benne, akkor is egy ember, mert ugyanúgy bárki megszületett, ugyanúgy bárki oda jut, ahova mindenki más. És hogy egy kicsit gondoljanak arra, hogy anyák, emberek, apukák vagyunk, lesz a nagypapák, nagymamák, hogy tudjuk úgy nevelni a következő generációt, a gyerekeinket, hogy azok azt lássák, hogy az anyu meg az apu nem ideges, hanem egyszerűen csak szeretnénk nyugodtan felnevelni, és szerintem ez az önök is érdeke, meg a mi érdekünk is, de ebben a gazdasági helyzetben, ebben az elnyomásban, hogy megkapjuk 8-án a fizetést, hogyha valaki munkához is jut, de nagyon sok még ahhoz sem, akkor már 20-án nincs pénz, mert az iskolázás az emberek nem bírják állni. Vagy a rezsit fizeti például egy devizás is, vagy eszik, vagy pedig a rezsijét fizeti, vagy a költség. Nem lehet egyszerre az együtt, mert a bérek nem úgy vannak, mint ahhoz külföldön, hogy ezt nem lehet élni. Például az én devizám is 38-al kezdődött, 126 ezer forint elvették a lakásomat, nagyon sok újnak köszönöm, de nem csak a devizáról van itt szó, hanem a deviza hatására a gazdasági teljesen elmúlt, és nem győzi a népi ezt a hazért csinálni, és szeretettel átadnám, és szeretném, hogy reagálnának el. Most tudom ígérni, hogy reagálunk volna ide, és úgy gondolom, az a kérdés, amiről itt beszélünk, a szegénység, az egy nagyon súlyos probléma Magyarországon. Ahhoz azonban, hogy a szegénységet le tudjuk győzni, ahhoz össze kell fognunk valamennyit. Ahhoz, hogy a szegénységet le tudjuk győzni, ahhoz egy gazdaságilag erős és gazdaságilag független Magyarországra van szükség. Mi ezen dolgozunk. Ezen a héten fizettük vissza az IMF tartozás utolsó részletét. Június végén Magyarország kikerült 9 év után a túlzott deficit eljárás alól. Én úgy gondolom, hogy jó úton vagyunk azon, hogy Magyarország gazdaságilag erőssé váljon, és ahol tudtunk, eddig is tettünk lépéseket annak érdekében az életkörülményeket. Állami beruházások gondoljunk, mint a rezsikökkentésre, vagy a munkahelyi pozíciótervre, minimális emelésére. Tudom, hogy ez még nem elég, azt is tudom, hogy állami beruházások kivágják. Most jön a médiának beszél, nekünk az igazat mondja. Ne haragudjon, hogy csöntövágtam, irányítani. De ön most a médiának mondja azt, hogy állandóan elmondanak önök. Nem elég beszéljen. Ugyanazt maszatolják. Ne haragudjon, hogy így fogalmazok. Nem, mi azért jöttünk, mert baj van. Azért jöttünk. Ez a palack, ez azt jelenti, hogy ez már több száz éve hánykolódik a tengerbe, és most ért ide. Most akkor ezt a palackban a tartalmát vegyék észre, és bontsák ki. Ne beszéljenek nekünk mellé, ember. Tudjuk nagyon jól, hogy mi van. Tudjuk. Ne mondja azt nekünk, hogy az IMF hitelt, mert akkor én most mondhatom, akkor mi van az államkötvényekkel. Ami sokkal magasabb. Tehát visszatudok vágni, nem mondjanak ilyenet, mert ezzel csak maszatolnak, és ne haragudjon, provokálnak. Úgy gondolom, tudod, hogy folyamatos tárgyalásban van a
minisztériummal, bankszövetséggel. Olyan megoldásban gondolkodunk, amelyik a törlesztő részleteket tartósan kiszámíthatóvá teszi, és amelyik a törlesztő részleteket lényegesen alacsonyabbá teszi. Jó, akkor ebben egy kérdésem lenne, ne haragudjon. Hogyha a miniszterelnök úr megmerte fogalmazni és kimerte jelenteni, hogy a deviza hitel, ez a LEL, a bankok, becsapták az embereket, minimum gondatlan magatartást követtek el, de elképzelhető, hogy rá lehet sütni a rossz hiszemű magatartás bélyegét is, akkor nem tudom, hogy miért a bankszövetséggel, tehát akkor ezek szerint megvan a bűnös, miért a bankokkal tárgyalnak, és mi a bankszövetségek, és miért a forintosításon gondolkodnak, ha egyszer egy rabló rabolt, azt a rablót... Azt el kell csapni! Én tudom, hogy önök igenis, tisztában vagyunk azzal, hogy önök nem tudják, hogy most mit csináljanak. Ugyanúgy, mint Izlandon. Ott se tudta először a miniszterelnök, hogy mit csináljon. Hogy a pénzpiac mellé álljon, és a pénzpiac érdekek mellé álljon, vagy a népe mellé. Mi azt kérjük, hogy a nép mellé álljanak. Így a népet, nép kérjük! Nép mellett voltunk, mindenek az nem vettük észre! Akkor nem volnánk. Nem vettük észre! Civil kultúra, hallgassuk végig! Nem kérjük a Csányi Lázár taktikát, hanem megoldást kérjük! 500 000 ember számára könnyebbé vált a deviza hitelre. Tiszta vagyunk azzal is, hogy 500 000 ember helyzete mi. Minket, civileket, vegyenek bele, abba hallgassanak meg! Nincs kis emberek! Ami nagyon fontos, ha kimondta a miniszterelnök úr, hogy csalás történt, és átverték az embereket, akkor állítsák le a kilakoltatást még a mai napon. A végrehajtások és a kilakoltatások. Csalás történt, és amit viszont szeretnék mondani, csalókkal mi nem tárgyalunk. Csalókkal nem tárgyalni kell, börtönözni kell őket. Így van! Ellenőrségre vagyunk, és repüljenek az országból, hogyha menniük kell. És a bankszövetséget többször kértünk tárgyalásra, nem fogadták el a tárgyalási a pozíciókat. Miért tárgyalnak a bankszövetséggel, amikor ők az ország tönkretevői? Magyarország a külföldi bankok nélkül nagyon jól meg lesz. És ha ezek a bankok tönkre mennek, mert törüljük a deviza hiteleket, és kimennek az országból, attól még itt nem lesz államcsőd. És igenis még egyszer kérjük nyomatékosan, hogy a tárgyalási folyamatokba vonják be a civil szervezetek szakértőit is, ugyanis mi már ebben az épületben itt hagytuk a javaslatainkat, de ma még nem látjuk visszaköszönni semmilyen oldalról azokat, amiről mi beszéltünk. Nem megengedhető, hogy a magyar állam az adófizetők pénzéből a bankokat konszolidálja. Nem szabad még egyszer megtenni. Ő egy magáncég, ha kockáztatott, és csalt, és hazudott, és tönbecsalt minket, akkor most menjen tönkre, menjen ki az országból, mi a kétkezi munkánkon újból föl fogjuk építeni ezt az országot. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgatott. Nincs tovább. Annyit szeretnék még nektek mondani, és az államtitkár úrnak, hogy azt vegye le figyelembe, hogy itt már nem csak a devizáról, az önkormányzati lakásban élőket is kitezik, az utcára kerülnek, és hogyha nincs valakinek például kölcsöne, ott tartunk, hogy nem tudunk megélni, vegyék figyelembe végre, könyörgöm. Hát milyen gyerekeket akar ez a nemzet? A híd alá akarja söpörni az embereket? Ki foglak magukra fogaszni? Közmunkával megoldják a helyzetet? Nem tudunk már mit csinálni, én például, ha beteg vagyok, rokkant nyugdíjra nem vagyok jogosult, ugye? Mert nem kapom meg epilepsziára, dolgozni sehova nem vesznek, menjek az utcára. Ezt érdemeltem, mert három gyereket fölneveltem. Így nem működik, uram. Illetve ilyen a másik kérdésem a fizsorával kapcsolatban, hogy mindenki mondja, hogy ő bűncselekmény. Ha én magának, vagy maga nekem 300 000 forintot kölcsön fog adni, és utána vagy ön, ha kölcsön adott nekem, ő még 600 000 forintot, vagy 1 000 000 forintot kér kölcsön, én bemegyek a rendőrségre, teszek egy feljelentést, akkor engem el, vagy aki adta a kölcsönt, beviszik a börtönbe. A bankokkal miért nem tudjuk ezt megcsinálni? Maguk ellen vagyunk, hanem azt, amit tesznek, amit képviselnek. Nem emberek. Itt áll maguknak el. Köszönöm szépen. Hogy az életünket veszik el. Válaszolj az államtitkár úr. Köszönöm, annyit mondanánk, tegyünk együtt a szegénységet. Együtt! Köszönjük!
nem olyan. Nem szeretnék eldönteni ezeket a problémákat, nem az utcán, de ha nem hívnak meg minket, akkor az utcán fogjuk eldönteni.